Üllőváros önkormányzata idén is csatlakozott a Burza Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj rendszer következő évi fordulójához. A pályázatra hátrányos, szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok jelentkezhetnek. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje 2023. november 3-a. Viszonylag rövid már a határidő, de még benyújthatják a pályázatokat az üllői, nappali tagozatos felsőoktatási hallgatók a Bursa Hungarika ösztöndíj pályázatra. Ez a támogatás nem a tanulmányi eredményt veszi alapul, hanem kizárólag a szociális rászorultság alapján ítéli oda a képviselőtestület. Ez azt jelenti, hogy az jogosult az ösztöndíjra pályázók közül, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 130 ezer forintot. Azok esetében, akik nehezebb életkörülmények között élnek, 150 ezer forint a jövedelem határ. Ez azt jelenti, hogy ha pályázó árva vagy félárva esetleg egyedülálló szülő neveli, vagy pedig kollégiumi felvételi kérelmét elutasították, vagy nagy családban él, három vagy több gyerekes családban él, akkor ezek azok a körülmények, ami miatt magasabb jogosultsági jövedelemhatárral 150 ezer forinttal kell számolni. Maga a támogatás havonta 10 ezer forint az üllői önkormányzattól. Ennek az ösztöndíjrendszernek az a sajátossága, hogy jön hozzá még két ösztöndíjrész, a vármegyei önkormányzatnak a támogatási része és az intézményi ösztöndíjrész, tehát ebből áll össze az az összeg, amit a jogosultak végül is a 2023-24-es tanév második félévében és a következő, tehát a 24-25-ös tanév első félévében kapnak. Természetesen csak akkor, ha az adott időszakban fennáll a hallgatói jogviszonyuk, amit az intézmény mindig vizsgál a kiutalás előtt. A benyújtási határideje a pályázatnak a legfontosabb információ az 23. november 3-a. A Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő oldalán az EPER Bursa rendszerben kell a támogatási kérelmeket rögzíteni, véglegesíteni, és onnan kinyomtatva itt nálunk az Üllői Polgármesteri Hivatalnál kell benyújtani.